Jó, akkor hát most kimaradt egy hét, tehát érdemes néhány szóba összefoglalni, hogy miről is beszéltünk. Tehát ott tartottunk két héttel ezelőtt, hogyha emlékezetem nem csal, hogy alapvetően a világgazdasági rendszer kialakulása során a legfontosabb szereplők a városok voltak. Tehát a városok azok az akciócentrumok, amelyek mozgatják ezt a világgazdasági rendszert, és ennek az egész rendszernek a csúcsán az irányító város van. Talán emlékeztek a definíciónak arra az elemére, amikor a gazdaságvilágokról beszéltünk, hogy az irányító város, amely tulajdonképpen maga körül elrendezi a centrum, a félperiféria és a perifériának a zónáit. Na most ahhoz, hogy ezeket a városokat meg tudjuk érteni, hogy hogyan működtek, annak érdekében egy ilyen definíciós kitérőt tettem, aminek az a lényege, hogy talán emlékeztek rá, hogy amikor meghatározunk valamit a történettudományba, akkor egy protokollt futtatunk le. Ugyanúgy, mint amikor bekerül valaki egy kórházba, mielőtt hát kés alá vinnék, előtte lefuttatnak egy protokollt, milyen állapotban van, vért vesznek, röntgen, és itt van, és itt van. Na most nálunk ez a protokoll ez úgy működött, hogy először meg kell nézni, ugye a történelem az egy kiterjesztett memóriája különféle közösségeknek. Tehát meg kell nézni, hogy a kortársak, akik egy bizonyos időszakban éltek, akár az antikvitás, akár a középkor idején, mit gondoltak a várostól. Erre két példa volt, ugye az egyik a Szent Ágoston, a másik a Verbőci. A másik lépés, amikor mondjuk van egy ilyen jelenség, amivel nem csak a történettudomány foglalkozik, meg kell nézni, hogy a többi tudomány erről mit gondol. A földrajztudománynak a definíciós kísérleteiről volt szó, és végül ugye a harmadik, hogy azért foglaljon állást a történettudomány is ebben a kérdésben. Na most a következő kérdés, amikor meghatározunk valamit, akkor kétfajta módon lehet meghatározni, tehát kétfajta definíciós technika van. Az egyik definíciós technika, amit talán emlékeztek rá, példának okáért a Verbőci is választott, hogy a város falaknak, a házaknak szükséges falakkal körülvett sokasága, amely jó és tisztes megélhetésre kiváltságolva van. Tehát ez egy ilyen mondathíjú. A másik lehetőség, amit itt a történettudomány kapcsán be fogok mutatni, ez alapvetően a Cambridge Economic History, tehát egy ilyen nagy, univerzális igényel megfogalmazott, elkészített történettudományi összefoglaló munkából vettem. Ez azért nagyon fontos, mert ez nem csak egy korszakra, hanem az emberi történelem egészére próbálja a várost meghatározni. Ez egy másik technika, ezt úgy hívják, hogy definitív, tehát kritériumokra építi definitív technika. Tehát nem az, nem egy ilyen mondatkígyó van, hanem kritériumok vannak, és hogyha ezek a kritériumok megvannak, akkor az, ha nincsenek, akkor nem az. Na most ez az angol szakkönyvi kézikönyv 5 ilyen kritériumot határoz meg. Egyébként a szabad előadásnak ez egy nagy kockázata, amikor az ember mond egy számot, hogy ennyit fog mondani, és nem jut eszébe. Tehát többször jártam már így, hogy mondtam, és akkor 5 oka van neki, és 4 jutott eszembe, és akkor hát ugye nehéz visszatáncolni. De mivel itt van egy ábra, ugye úgy működik a PPT ebben a vonatkozásban, mint egy ilyen, amikor a, nem tudom, a légtornászok hálóval ugranak, hogy hát nem kapja, nem hal meg. Tehát van itt egy ilyen támaszték. Az első a viszonylag magas lélekszám és a sűrű betelepülés, ez általában igaz. Tehát ha elmentek egy városba, a városnak épület sűrűsége az sokkal nagyobb, mint a falunak. Vannak egyébként bizonyos régiókban kritériumok. Nem tudom, járt-e valaki Norvégiába. Hát én sem sokáig, két hétig voltam Norvégiában, de maradandó emlékeket őrzök azóta is. Valaki esetleg norvég nyelven tanul? Hát akkor nézzünk egy néhány fontos, hasznos norvég kifejezést, amit talán ti is használt veszitek. Én nagyon bántam, hogy ezeket a kifejezéseket nem ismertem. Nagyon hosszú eljutni Norvégiába. Tehát Európának a peremén van, ráadásul ugye Budapest vagy Magyarországon nem nagyon mennek repülőjáratok. Tehát úgy indult az egész, amikor Hamarba utaztam, ez egy közép-norvégiai város a Hamari Egyetemre, hogy először el kellett utaznom Budapestre, Budapestről busszal Svehátra, tehát az ausztriai repülőtérre, és onnan utaztam Oszlóba, Oszlóba leszálltam a gépről, átszálltam vonatra kétszer, és megérkeztem Hamarba. Tehát ez egy nagyon hosszú kapcsolási sor volt, és amikor megérkeztem, leszálltam a vonatról, nagyjából 200 200 főleg valószínűleg norvég állampolgárral, nem tudom, skandináv filmeket ki szokott nézni, de volt egy ilyen skandináv stihje a dolognak, leszálltam a vonatról, és a külügyes, a Hamari Egyetem külügyese így odajött hozzám.
Na most én szembesültem már azzal, hogy lehet látni rajtam, hogy kelet-európai vagyok, tehát amikor Svájcban dolgoztam és mentem egy konferenciára Würzburgba, van a svájci német határon egy ilyen szimbolikus határellenőrzés, ami ugye hát nincs tétját, ki akar csempészni Svájcból Németországba vagy vissza. De ugye mivel EU-n kívüli van egy hivatalnok, aki ezért kapja a fizetését, hogy följön a vonatra, és megkérdezi a ott utazóktól, akik rá se hederítenek általában, hogy van-e valakinek elvámolni valója. És hát senki nem reagál erre, tehát hogy mit túl, de van egy ilyen állás. És akkor a lényeg az, hogy ez a rutinos ember egyébként nyilván látja az emberek közötti különbségeket, így, mintha gyakorlatilag hőkövető rakéta lenne, oda jött hozzám és mondta, hogy vegyem le a bőröndömet. Tehát valamit látod rajtam, hogy nem illeszkedek be, pedig akkor már 5 hónapja Svájcban dolgoztam, és a ruháim többségét ott vásároltam. Hát nyilván nem a luxury kategóriából, ez a középszarból, de látta rajtam, hogy nem odavalósi vagyok. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy hát ugye előjött belőlem a kelet-európai depresszió, és megkérdeztem ezt a külügyest, hogy ennyire látszik. Nem mondta, többi embert ismerte. Tehát ezek az zárt, ugye, skandináv közösségek, ha valaki ilyen skandináv filmeket nézi, vagy szokott nézni, akkor tudja, hogy miről beszélek. Többieket ismerte. Megérkeztünk, és hát elintéztük a dolgokat, és akkor én éreztem a hosszú út és a átélt stressz következtében, hogy az én vezérem bensőmből vezérel, és megkérdeztem, hogy hol van a toilet. És mondta, hogy ott a folyosó vége. Most elmentem a folyosó végére, a folyosó végén volt egy ajtó, amire valóban ki volt írva, hogy toilet, de volt egy értelmező kifejezés, az, hogy Quinner. Most hát nézelődtem, hogy van-e alternatív, nem volt, ez volt az ilyen toilet Quinner. Hát gondoltam, hogy hát nincs ott senki, és bementem. Ez egy két boxos kis toilet volt. Nem voltak visszaárak, ez azért már gyanúra adott okot, de hát gondoltam, hogy gyorsan végzek itt a dolgokkal, na most hát életem egyik legtraumatikusabb élményébe csöppentem bele, ugyanis hát elfoglaltam az indulási oldalt, majd nagyjából egy másfél perccel később körömcipők félre nem ismerhető kopogása vett körül, és két box volt. Na most többször is kopogtak és beszéltek hozzám norvégül. Nyilván próbáltak egy, hogy mondjam, dinamikusabb használatra ösztönözni. Na most mit csinál az ember, amikor ilyen helyzetben van? Tehát én ott kijövök, hát valószínűleg nem sikerül hitelesen elmondanom, hogy én nem az a szatír vagyok, évek óta keres a norvég rendőrség, úgyhogy hát ugye mit tesz az ember, amikor ilyen helyzetbe kerül? Ugyanazt, mint az állatok, talán már beszéltem arról, hogy tulajdonképpen úgy tekintek az emberiségre, nyilván az önismeret szűrőjén keresztül, hogy mindannyian állatok vagyunk, legalábbis én biztosan. Ugye mit csinál a sarokba szorított állat? Ugye három lehetőség közül választhat, az egyik a támadás. Na most nem vettem föl még az ösztöndíjamat, tehát ezt lehúztam, tehát nem támadunk senkit, először fizessenek. A másik lehetőség az elmenekül. Na most hát nem volt hova. Tehát egy ilyen hosszú folyosó vezetett be, tehát ott kirongyolok és akkor elvétem az irányt, hát na mindegy. És akkor mi a harmadik lehetőség? A halottnak tetteti magát. Tehát gyakorlatilag én ilyen embrió pózban, lábamat fölhúzva ültem a WC-n 15 percen keresztül, erős izgalmi állapotban. Ha valaki olvasta esetleg a bűn és bűnhődést, hát amit a Raskolnyikovát élt, amikor csöngetnek és agyonvert előtt az uzsorást. Nem öltem meg senkit, tehát ezt most nem ilyen coming out-nak tervezem, de borzasztó volt. Na most lényeg az, hogy a Queen-nel ugye, ha valaki ugye azért a Queen-ből gondolhattam volna, csak hát nem voltam abban a lelki állapotban, hogy ezeken a etimológiai kérdéseken elmélyedjek. Lényeg az, hogy egy előnye van a reguláris oktatásnak, hogy minden szünetnek vége van, és utána kezdődik egy másik óra, úgyhogy a norvég hölgyek elhagyták a küzdőteret, én még rátartottam egy 5 percet, majd kijöttem, és akkor megkérdezték a külügyi irodán, hogy hát hol voltam ilyen sokáig, de hát ugye az ember nem kötelezhető arra, hogy maga ellen terhelő vallomást tegyen, úgyhogy gyakorlatilag nyom nélkül elhagytam a küzdőteret. Most visszatérve, voltam hamarba, elvittek éjszakra, októberben voltam, elképesztő, amikor az ember sötét vagy ilyen derengő tájba utazik, és hát ez nem egy nagyon sűrű lakott ország Norvégia, olyan 4,5-5 millió, hogyha emlékezetem nem csal a lakosságszám, és a régi főváros a Trondheim volt, tehát az valahol egy Közép-Norvégiában van, és utána kerül át Oszlóba a legeslegdélebbi pontjára Norvégiának a főváros, nagyon egyszerű okokból, hát egész egyszerűen nem tudtak föntartani egy királyi udvart közép-északon, mert hogy nem termett annyi gabona, amiből élelmezni tudják az ott dolgozó lovagokat, királyi udvarnak a tagjait, és lecsúszott egészen délre. Na most ebben az országban az alsó határa, tehát Norvégiában a városi színnek az 200 fő.
Tehát 200 fő jó kapcsolatokkal működik, akkor az már lehet városi, és a, nem lehet nagyobb a távolság az épületek között 200 méternél. Most ezért van az, hogy ott mesélték a helyiek, hogy időnként Oszlóban megjelennek a rénszarvasok. Nem a Semmi és Zsoltot keresik bosszúból, hanem arról van szó, hogy nem veszik észre, hogy ott város van. Tehát olyan nagy zöld területek vannak a városokban is, hogy szegények ugye jön az északi hideg, és húzódnak dél felé, mennek, és akkor egyszer csak ott állnak egy villamos sínen maguk számára is meglepő módon, mert hogy a belső ilyen parkokon keresztül úgy tudnak jönni, hogy nem találkoznak tulajdonképpen az emberi civilizációval. Tehát ha erre a kritériumra rátekintünk, igaz, de azért nagyon jelentős különbségek vannak. Tehát emlékszem, amikor Kecskeméten dolgoztam, akkor egy Tiszakécske nevű, hát egy ilyen Sándorfalva méretű település, az is város, városi rangot kapott, és a szomszéd faluból kiírták festékszóróval a városnak a táblájára, hogy ez a falu város. Tehát ugye ilyen szempontból elég puhák a kritériumok. Franciaországban ugye a Kód Napóleon óta 2500 fő a városi küszöbnek az alsó határa, Görögországban 10 000. Tehát általában ezek nagyobb népességszámú helyek, de az, hogy pontosan mi a kritérium és mi a differencia az épületek között, az jelentős különbségeket mutat. A népesség meghatározó része nem őstermelő. Ha valaki ezt implicit mondom fogalmaz, akkor nem paraszt. Nem paraszt. Ugye a paraszt értelmezésének két, hát hogy mondjam, jelentéstartománya van, tehát hogyha valakit a Sing-Singbe azt mondják, hogy paraszt, akkor ha esetleg kétségei lennének, nem pozitívan szokták érteni. A másik viszont egy nagyon pozitív, ugye ki volt az első paraszt, talán emlékeztek rá, hogy amikor kihűzik a paradicsomból az első emberpárt, akkor az az egyik, hát hogy mondjam, utasítása az Úristennek, hogy és innentől kezdve pedig arcot ver egy tékével. Tehát, hogy dolgozni kell, nincs mese. De hát az első paraszt az Ádám volt, tehát a tiszta ember, aki végül is kijön az All Inclusive-ból, és valami módon boldogulnia kell. De fontos elmondani, hogy vannak olyan városok, amelyeket parasztok működtetnek, és városok. Ehhez nyilvánvalóan egy olyan nagy hozzáadott értékkel rendelkező tevékenységet kell fűzni, mint például a borkészítés. Tehát mondjuk, ha magyar történelmből veszünk erre példát, akkor Pozsony környékén van egy sor olyan város, ami Pozsonyt és Bécset látja el borral, Kismarton, Ruszt, Bazin, ezek mind-mind szabad királyi városok. Nagyon érdekes az ellenpélda, viszont hogyha elmentek példának okáért Tokajhegy aljára, ott akkora a koncentrációja a mezővárosoknak, ugye Mád, Tokaj, Tája, tehát nagyon sok mezőváros van egy viszonylag kicsi földrajzi területen belül, hogy ezek a városodást tulajdonképpen egymást lefolytották. A másik oka, ami döbbenetes egyébként, mind a mai napig igaz. Nevezetesen, hogy amikor följön Tokaj hegyalja, nyilván akkor, amikor a szerénység a török hódítás következtében elvész, ugye van ez a híres mondása Ulászlónak, hogy most már csak tokai bort ihatunk, tehát ez a hanyatlásnak az egyik indikátora, és abban az időszakban tulajdonképpen a 90%-a a szőlő birtokoknak az nem helyi gazdálkodóknak a kezében van, hanem nagyszombati, kassai, pozsonyi, budai vagy éppen más felvidéki városoknak a birtokában. Tehát a Tokaj-hegyalja gazdaság történetében van egy ilyen szál, ami azt jelenti, hogy a helyiek, akik ott élnek és előállítják a bort, azok csak tulajdonképpen alkalmazottként funkcionálnak. És döbbenetes, most nem olyan régen voltam szerencsén egy konferencián, és arról beszélt az egyik előadó, hogy jelenleg 16 borház van Tokaj-hegy alján, és csak egy van magyar kézben. Tehát, hogy ez a mintázat, ami a 15. században így nézett ki, az mind a mai napig így maradt. Tehát, hogy mi értelme a történelemnek, ugye ez is egy másik dolog, hogy van itt egy olyan borvidék, amit hogyha nem tudom, borászok között elmondanak, akkor tudják, hogy miről van szó, tehát nem nézik mondjuk joghurtnak, és ugyanabban a gazdaságtörténeti konstellációban működik mind a mai napig. Na most van szerencsésebb helyeken, viszont ugye Közép-Európában a borkészítés, de mondjuk egy kicsit nyugatabbra haladva, vagy északabbra haladva a sörkészítés, tehát a sörfőzés tudta ezt a funkciót elérni. Tehát annyi bevételt hoz, hogy egy szabad királyi városi státus lehet belőle finanszírozni. A differenciált társadalom, általában a város differenciált kettős értelemben. Az egyik értelemben differenciált társadalmilag,
Tehát a polgármester és a koldus között van egy elképesztő, hogy mondjam, hosszú létra, amiben ráadásul a társadalom, a városi társadalom döntő többsége nem rendelkezik teljes városi polgárjoga. Ott él. De nincs neki teljes polgárjoga. Ugye mi a kritérium a teljes polgárjognak, hogy választó és választható legyen. Velencében példának okáért 14-15%-a a velencei népességnek rendelkezik teljes polgárjoggal. Ugye mi a kritérium a teljes polgárjognak, hogy az embernek legyen ingatlan. Tehát akkor jelentkezhet a polgárjogért, hogyha vesz egy ingatlan. Ez nem egy bérlemény, nem egy lakás, ez egy ház. Ez egy ház kell, hogy legyen, vagy Velence esetében egy palota, ami ugye feltételez egy bizonyos anyagi erőt. A másik a differenciáltságban a foglalkozásoknak a differenciáltsága. Tehát, hogyha megnézzünk egy középkori magyar várost, egy középkori magyar város általában 50 foglalkozás van. Sokkal differenciáltabbak voltak a foglalkozások. Tehát a kovács az nem egy kategória volt, hanem volt patkolókovács, fegyverkovács, szekkovács, tehát ezek mind-mind-mind külön foglalkozások voltak. És hogyha haladunk nyugat felé, nagyon jól lehet követni ennek a differenciáltságnak a változásait. Tehát ugye Magyarországon a legfejlettebb városok, Kassa, Pozsony, Brassó, ezek 50, általában 50 plusz minusz a foglalkozásoknak a száma. Mondjuk Salzburgban 100, és a nagy fejlett délnémet városokban, Augsburgban, Nürnbergben meg 200-250. Tehát hogy ez a lejtő, ez pontosan követhető, tehát mi alapján, nyilvánvalóan attól függ, hogy hányfajta mesterség van, hogy milyen vásárlóerő áll emögött. Tehát a differenciált társadalom egy társadalmi és egy foglalkozási differenciáltságot is jelent. És végül nagyon fontos, nem végül még lesz egy, a régió. A régió. A régió az azért nagyon fontos dolog, mert ugye egy város nem létezhet a régiója nélkül. De nem olyan könnyű megmondani ám, hogy melyik városhoz milyen régió tartozik. Vegyünk egy konkrét példát. A 17. század végén elképesztően hideg telek voltak. Nagyon rossz volt a termés, tehát a nyarak is hűvösek voltak, és ezek ráadásul követték egymást. Tehát amikor egymást követik a rossz termésű évek, azoknak van egy ilyen akkumulációs hatása. Na most ebben az időszakban, ez többfelé Európában ellátási gondokat okozott, és ha ellátási gondok vannak, akkor mi történik? Lázongások, éhséglázadás, lincselés, tehát mindenfajta olyan dolgok, ami a társadalom normális működését akadályozzák. Na most ebben az időben egy napkirály nevű úriember, 14. Lajos volt az uralkodó, akinek hát nem volt könnyű élete, nagyon hosszú ideig uralkodott, ugye az 1640-es évektől a 1700-as évek elejéig, tehát az egyik leghosszabb, most nem tudom, hogy a leghosszabb, de az egyik leghosszabb ideig uralkodó király volt. Tehát nagy ára volt a dolognak, nem tudom, fogorvos van-e közöttünk? Nincs közöttünk fogorvos. Beszéltem már a 14-et, na hát akkor kihúzatta az összes fogát annak érdekében, hogy jó király legyen. Na most hát nem tudom, hogy közületek kivállalná, a jó politikus leszek és összes fogalmat kihúzatom, kihívás, de nyilvánvalóan ez egy ilyen előszelekció képpen mindenképpen jól tudna funkcionálni. Na most visszatérve, tehát a 14. Lajosnak nagy problémát okozott Párizsnak az ellátása. Párizs abban az időszakban fölül van a 500 000 főn. Tehát nagyon-nagyon nagy udvar. Ugye Versailles éppen csak épül, tehát elkezdődött az átköltözés, de hát Versailles nincs messze, tehát hogyha szükséges, akkor a lázadók kiballagnak. Na most ebben az időszakban ugye meg kellett oldani Párizsnak az ellátását. Ezt úgy oldották meg, hogy a elég távoli vidékekről, tehát több száz kilométerről kocsival, tehát keréken, szekéren szállították oda a gabonát. Ez elképesztő költségeket jelentett. Ez azt jelentette, hogy egymással gabonát, ugye szekéren, lóval, rossz utakon, nagyjából az átlagos költsége mondjuk Bretagne-ból a Párizsba szállításának a gabonának egy olyan 250-300 livra, a livra az korabeli pénz volt. Na most a dolog azért érdekes, mert ebben az időszakban a világgazdaság központja Amsterdam, Amsterdamban is ellátási problémák vannak, és ugye egyetlen rendes gyarmatot hoztak létre, erről majd később még lesz szó, a hollandok ezt a gyarmatot pedig Dél-Afrikában, tehát ők a búrok, vagy afrikánszok, ahogy a hollandok szeretik nevezni őket, de most onnan importáltak rizset, ez több ezer kilométer. De hajóval importálták, ami nagyon olcsó, ráadásul ugye maguknak, tehát a termelők is ők voltak, a fogyasztók is a hollandok voltak, és az egymásra rizsnek a szállítási költsége Fokvárosból Amsterdamba az 60 livr.
Tehát tulajdonképpen egy negyede, egy ötöde annak a költségnek. Most ez azért érdekes, mert hogyha pusztán a szállítási költségek alapján nézzük, akkor Fokváros sokkal inkább a régiója volt Amsterdamnak, mint Bretagne Franciaország fővárosának, Párizsnak. Tehát az, hogy mi a régió, nem olyan nagyon könnyű meghatározni. Nyilván egy kontinentális területen általában koncentrikus köröket lehet rajzolni, de nem olyan egyszerű maga a kérdés. És végül az ötödik kritérium az erődítettség, ami általában igaz. Tehát, hogy emlékeztek, előbb idéztem a Verbőcinek a kritériumát, házaknak szükséges falakkal körülvett sokasága. Ez általában igaz, de nagyon súlyos kivételek vannak. Tehát, hogyha megnézzük a város, volt egy kedves kollégám még a CEUN, aki várostörténettel foglalkozott. És ugye az egyik dolog, amivel foglalkoztak, hogy mire költik a városok a pénzeiket, tehát a költségvetést. A Szende Katinak hívják egyébként, ha valakit érdekel, Szende Katalin egészen pontosan. A nagy projektekben volt benne, ilyen nagy európai projektekben, és ő mesélte, hogy gyakorlatilag egy városnak a költségvetése 90%-ban a várfal építése, állagmegőrzése és őrzése. Tehát 90%-a a városok költségvetésének ez vitte a falaknak, vagy a falakhoz kapcsolódó kiadások. És a dolog azért érdekes, mert hogy Angliában, miután elveszítik a franciaországi birtokaikat az angolok, majd elfoglalják előbb ezt, később integrálják Skóciát és elfoglalják Írországot, onnantól kezdve Angliában nem építenek falakat. És ezzel elképesztő mennyiségű pénzt takarítanak meg. Tehát nincsen fenyegetés, nincs belső fenyegetés, ami miatt falakat kellene építeni. Ráadásul ugye ezek a városok egy idő után kinövik ezeket a falak körülvett területeket, és mivel le lehet bontani a falakat, szabad tér van a városok növekedésében. Tehát az, hogy Angliában indul el az ipari forradalom, amögött az egyik magyarázó ok a megtakarítások oldalán az, hogy nem kell városfalakat építeni, és a korábbiakat vagy diszfunkcionálissá teszik, vagy lebontják. Na most a helyzet az, hogy ebben nincs benne a piac. Tehát a piac nincs benne a kritériumok között, és ez nem véletlen. Ugyanis a piac a javak elosztásának csak az egyik módja. Tehát a piac ugye teljesen egyszerű, hogyha jártatok már a mastéri piacon, visztek magatokkal pénzt, abból vásároltak javakat. Tehát nincs ingyen leves, valamit valamiért adni kell. Ez a piaci logika. De ez csak az egyik a javak elosztásának a rendszerében. A másik ilyen a redisztribúció. Ha lefordítjuk ezt tükörfordításra, a redisztribúció azt jelenti, hogy újraelosztás. Tehát az állam begyűjti a javakat, és a saját logikája szerint újraosztja. Tehát példának okáért mi a birodalmi logika? A háború, a hódítás. Tehát az abból a pénzből, amit begyűjtenek, abból fölállít hadsereget, ezeket felszereli, és mindenfajta hát hadjáratokat szerveznek birodalmi érdekek logikáját követve. Vagy éppen elköltik luxusra. Tehát nagyon fontos tudni azt, hogy minden gazdaság termel töbletet. Hát nézzük meg a piramisokat. Hát az egyiptomi gazdaságnak a töbletéből épültek a piramisok, csak ugye nagyon fontos dolog, hogy mit kezd egy adott társadalom a töblettel. Költi hideg tőkére, tehát fagyott tőkére, épít belőle palotát, épít belőle piramist. Nyilvánvalóan a logikája szerint, tehát hogyha mondjuk egy ilyen spirituális logika alapján viszonyulunk a döntéshez, az, hogy az istenekkel tudjuk tartani a kapcsolatot, hogyha ez a guiding force, szép magyar szóval élve, akkor az egy teljesen kézenfekvő beruházás, hogy építsünk piramisokat, mert az úgy ugye lehet kommunikálni az istenekkel, meg a fáraók tudnak azon keresztül a szellemi hazájukba jönni és menni. De hogyha most a racionális megközelítést használjuk, akkor az egy fagyott tőke. Tehát azzal utána nem nagyon lehet más csinálni, mint nézni, meg esetleg felsétálni rá. Na most a nagyon fontos mozzanat az a 17.-18. században, amikor elkezdenek olyan dolgokat csinálni, ami korábban abszurdnak és értelmetlennek tűnt, a többletet visszaforgatják a gazdaságban. Ez teljesen szokatlan és innovatív gondolat volt, de az, hogy jelenleg egy olyan világban élünk, aminek a alfája és az omegája az önfenntartó növekedés, az ebből származik. Visszaforgatják a gazdaságban. A redisztribúció nyilvánvalóan ennek megfelelően az állami érdekeket követi. Luxus, hadsereg és ugye egy másik szempont lehet a gazdaságba való visszaforgatás. És vannak ilyen archaikus formák, ilyen, ha valaki ezzel találkozott, például a magyar szokásrendszerben a kaláka. A kaláka ugye azt jelenti, hogy mondjuk vegyünk egy nagyon egyszerű helyzetet, van egy fiatal pár, összeházasodtak, de nincsen sok pénzük.
talán ismeritek ezt a tipp, ezt a helyzetet, és akkor hát ugye annyi pénzük van, hogy megvegyék a nyersanyagot, téglát, cementet, faárat, ilyesmit, de az, hogy ebből házat építsenek, nincs. Na most ebben a helyzetben van egy ilyen surranópálya, hogy összehívják a barátaikat és a rokonaikat, és együtt fölépítik a házat. Úgyhogy ezek az emberek ingyen dolgoznak. Ingyen dolgoznak. Viszont ez tulajdonképpen egy kvázi szívességbankként működik, tehát hogyha valaki, aki részt vett abban, hogy a egyiknek segítsen, azt vissza lehet kérni, hogy akkor segíts vissza nekem, amikor nekem arra szükségem van. De van egy nagyon fontos különbség, mert ettől még piaci is lehetne a dolog. Én adok, te kapd. Én adok, te meg visszaadod. Tehát ez egy piaci helyzet. De a kalákába, a kaláka rendszerében működik az a szabály, hogy ha a másik nem kéri vissza, mert ilyen nyugodt életet él, tehát csak Xbox meg ilyesmi, nem akar semmit megvalósítani, akkor ha nem adja vissza valaki a segítséget, az nem számít sem anyagi, sem morális értelemből vétségnek. Tehát nincsen. Nincsen. Tehát ez sokkal inkább a mozgató ereje ennek a rendszernek, az igény, a szükséglet. És hogyha valaki nem kéri vissza az általa nyújtott szolgáltatást, akkor ez nem jelent problémát a rendszeren belül. Na, még egy dolog, és ezzel tulajdonképpen a városi részt ki is fogjuk végezni. Tehát alapvetően kétfajta város van a középkori, korai-újkori Európában. Az egyik, amit úgy hívnak ugye magyar terminológiában, hogy szabad királyi város, ez a civitas, a latin szóhasználat szerint, vagy hát a city, a Freistadt, vagy a Villibre, hol kezdtük? Igen, tehát az angol, a német és a francia szóhasználat, és van a másik, a mezőváros. Most a mezővárostól fontos, vagy oppidum latinul, fontos elmondani, hogy ez nem azért mezőváros, ez nagyon tartja magát ez a félreértés, tehát részt vettem egy ilyen államvizsgán, ahol ültünk a bizottságba, és akkor szerencsétlen hallgató a mezővárost. Én nem a városfejlődés, magyar városfejlődés kapta, csak elkezdtem mondani, hogy ez a mezőváros mezőgazdaságban él. És ez akkora hülyeség, hogy így rámosolyogtam mellettem ülőre, hogy hát ez nem, és akkor így bólogatott, hogy igen. Tehát szakemberik is viszik tovább ezt a félreértést. Nem, a mezőváros nem azt jelenti, hogy mezőgazdaságból él, hanem azt jelenti, hogy nincsen neki fala. Tehát ha kifut a mezőre, a házak vagy éppen valami kis palánk van, de az ezt a mezőre történő kifutást nem gátolja. Tehát a fal nélküli városok. Nem véletlen, hogy a magyar terminológiában a teljesen, hogy mondjam, közvetlen fordítása a szabad királyi városnak a falazott város. Tehát van, vagy van fala, vagy nincs fala. Tehát az ellentéte a mezővárosnak az a falazott város. Ráadásul ugye ezek a városok ezek nem úgy fejlődnek, hogy kialakul egy város, és a város azt mondja, hogy na akkor a mi életünknek a szabályait mi majd megteremtjük, hanem alapvetően úgy működnek ezek a városok, hogy amikor elérnek egy bizonyos szintet, akkor megkeresnek egy olyan másik várost, aki már náluk fejlettebb, de nagyjából hasonló körülmények között él, és annak elkérik a jogkönyvét. Tehát ez olyan dolog, mint amikor, nem tudom, valaki, hogy ilyen modern analógiával éljek, egy vállalkozást akar indítani, de azt nem a teljesen a saját feje után, ugye megnézi, hogy ennek melyek a szabályai, letölti a megfelelő jogi szabályozást, és ez alapján hozza létre a saját, nem tudom, alapító nyilatkozatát. Tehát ugyanez megy tulajdonképpen ezeknél a városoknál. Alapvetően három jogcsalád van Európában, tehát három ilyen város, akinek a jogkönyveit átvették. Ez abból a szempontból is fontos, hogyha valami baja van ennek a városnak, akkor elmegy az anyavároshoz és megkérdezi, hogy hát mi tenne ebben a helyzetben. Tehát tulajdonképpen működik egy ilyen kvázi jogsegélyszolgálat is ebben az értelemben. Az egyik a magdeburgi jog. Egyébként Magyarország történetében a magyar városok jelentős része Buda, Sopron, Fehérvár, ez szerint a magdeburgi, száz jog szerint működik. Tehát ezt vették át, és ennek megfelelően alakították ki a saját viszonyaikat. A második típusa a jognak a lübecki jog. A Lübeckről azt kell tudni, talán már erről volt szó korábban, Lübeck a Hanza Szövetségnek a fővárosa. És abban a világban, ahol nincsen kereskedelmi jog, ott a kereskedelmi jog is, mert kereskedő városok, ugye Hanza Szövetség, maga a Hanza is kereskedőt jelent, ott a kereskedelmi jog az a városjogon keresztül jelenik meg. És végül van a flamand jog. A flamand jog, ami tulajdonképpen egy szabadtelepes jog. Talán beszéltem már arról, hogy Európában a élet középkor idején volt egy ilyen nagy népvándorlás kelet felé,
És többek között ekkor, múlt héten Kolozsváron voltam meg, Szamosújvár környékén, ahol, ami hát tulajdonképpen a kora újkor idején egy nagy ilyen vándorlási övezetnek a centrumába esett, tehát például van Szamosújváron, ha valaki arra jár, egy hatalmas örmény templom. Tehát volt egy nagy örmény közösség, ami ott él, de ugyanez igaz Gyergyószent Miklósra is, és szóval mozogtak mindenfelé, és ugye ott van a Szászföld, odáig nem jutottunk most el, de ott van a közelben, korábban már jártam arra, és ezek a szászok a tatárjárás után települtek be ezekre a területekre, ezek a szabad telepes jog alapján települtek le. Most ez azért érdekes, nem akarom ezt nagyon elvinni ebbe az irányba, jogi irányba magát az előadást, de azt azért fontos elmondani, hogy a szabad telepes jog az azt jelentette, hogy városi típusú jogokat kapott egy terület. Tehát nem egy város, egy terület. És ami települést ott alapította, az a városi jog szerint ért. Tehát ez lehetett falu is. Tehát, hogyha utaztok arra a déli autópályán, Erdélyben, akkor átmentek egy csomó, ma már elhagyott flamand, vagy száz településen, ami úgy néz ki, mint egy ilyen városnak a külső negyed. Mert ugye azok a polgárok, akik ott éltek abban a faluban, azok a flamand területi szabad telepes jog alapján éltek. Nyilván, ha valaki elmegy Brassóban, vagy Nagyszebenre, az azért más kategóriát jelent, de hogy alapvetően ez egy területi alapú jog. Nem véletlen, hogyha a magyar történelmet nézzük, a szabad királyi városok és ezek a területi jog alapján élő városok, tehát Kassa, Lőcse, vagy éppen Nagyszeben és Brassó, ezek nem számítottak bele a szabad királyi városok közé, ezek egy külön jog. Ez a szabad telepes területi jogot jelentették. És térjünk vissza akkor főcsapás irányra, definiáltunk mindent, amit definiálnunk kell, annak érdekében, hogy hatékonyak legyünk, és akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki Európa tulajdonképpen a középkora, a kora középkornak, ennek a sötét kora középkornak a vége felé. Ezt mondtam, mert időnként ugye nézem a kommentjeimet is a föltöltött előadásnak, középkor nem volt sötét. Hát a középkor egészen nem volt sötét, de az eleje az azért volt sötét, mert A. van egy kulturális hanyatlás, B. nincsen róla információ. Tehát a sötétség az nem egy ostobaságot jelent, hanem azt jelenti, hogy nincs információ. Tehát a sötétség abban az értelemben, hogy nem tud az ember tájékozódni. Talán ismeritek, vagy lehet, hogy meséltem azt a klasszikus székely viccet a sötétségről, hogy a székelynek zörgetnek a kerítése. Nem tudom, meséltem ezt, nem? Akkor közkincsét eszem, és zörgetnek a kerítésén, kinéz, hogy valaki volt már olyan területen, ahol nincs világítás, tehát az fogni lehet a sötétet. Kinéz, és akkor kérdezi, hogy kisfiam, te vagy ez? Mert fiát várja haza. De senki nem szólal meg a kerítésnél, csak rázzák a kerítést. Hát visszamegy. Újra rázzák a kerítést, kimegy, megkérdezi, hogy kisfiam, te vagy az? Senki. Visszamegy, lefekszik, megint rázzák a kerítést, kimegy, akkor már egy baltával. Kisfiam, te vagy az? Hát senki nem válaszol, és így kidobja a baltát, onnantól kezdve nem rázzák a kerítést, reggel föl kell, kimegy, látja, hogy ájultan ott fekszik a fia, és akkor kérdezi tőled, kisfiam, hát kérdeztem, hogy te vagy, és akkor fölkönyökköl szegény, és mondja, hogy hát édesapám bólintotta. Tehát, hogyha sötét van, akkor lehet bólintani, ez nem működik ilyen hatékonyan. Na visszatérve a főcsapás irányra, tehát ez az úgynevezett sötét középkornak a vége. Most ebben az időszakban, lehet, hogy beszéltem már erről, Európában tulajdonképpen ilyen, ha el akarjuk képzelni Európát, ilyen megyényi tisztások körül hatalmas erdőségek voltak. Tehát, hogyha az ember eltűnne Európából, most a globális fölmelegedés előtti viszonyokra értem a dolgot természetesen, akkor az erdőnek nincsen alsó határa. Tehát akkor embert kivennénk a rendszerből, akkor hát hogy mondjam, itt egy gigantikus erdőség lenne a maga flórájával és faunájával. Ugye volt-e, nem tudom, ismeritek biztosan a Vörös Sándornak a nevét, aki egy érdekes ember volt, és jelölték 1980-ban Nobel-díjra, irodalmi Nobel-díjra, utolsó háromban benne volt. Most akkor kiengedték nyugatra, hogy egy kicsit csináljon magának valami PR-t, de hát a Sanyi bácsi akkor már elég sokat fogyasztott alkohol, és az egyik interjúja az különösen parádésra sikerült, nehéz magyar szó, ugyanis egy olasz lapnak adta, és már nem volt teljesen szomjas, és föltették neki, hogy a hidegháború idején vagyunk, atomfenyegetés, most megint kezdjük szokni, de hogy atomfenyegetések voltak, meg elpusztul a világ, és megkérdezték a Sanyi bácsitól, hogy mi a véleménye az atomfegyverekről.
És azt mondta, azt bírta mondani, hogy nagyon jó dolognak tartja, és hát nagyon bízik benne, hogy előbb-utóbb ezt be fogják vetni ezeket az atomfegyvereket. Hát nem erre a válaszra számított a pacifista újságírónő, és akkor megkérdezte, hogy de hát miért? És akkor mondta neki a Sanyi bácsi a maga kis ilyen buddhista bölcsességével, hogy elpusztul ez a gonosz emberiség, és kezdődik valami jó. Na most hát ez is egy perspektíva, tehát hogyha az ember ilyen nagyon radikális környezetvédő, akkor egyetlen, hogy mondjam, homokszem, ami gépezetbe az maga az ember. Na most de visszatérünk vissza, tehát nem erről van szó, hatalmas erdőségek, ebben a világban tulajdonképpen egyetlen dinamikus elem van, ezek pedig a vikingek. A vikingek nem tudjuk pontosan, hogy most ezek túlnépesedtek, vagy nem népesedtek túl, ne is nyissunk erről vitát. Lényeg az, hogy elhagyták ezt a skandináv területet, és végighajóztak előbb az Északi-tenger, illetve az Atlanti-óceán, Gibraltári-szoros földközi-tenger, eljutottak Konstantinápolyba, a Nagy-Orosz folyókon is végighajóztak, Fekete-tenger, és úgyis eljutottak Konstantinápolyba. Tehát bejárták ezt az egész akkor ismert világot, valakit a történet érdekel, akkor van egy Vikingek nevű, azt hiszem 5 vagy 6 évaddal bíró ilyen filmsorozat, és azon ritka film, történelmi filmek közé tartozik, ami jó. Tehát érdemes megnézni, történelemhez is van valami köze, meg azt az atmoszférát, amikor hát az emberölés egy jó ötletnek tűnik számos élethelyzetben. Tehát azt képes visszaadni. Na most nagyon érdekes ez a 9. és a 11. században hogyan alakul a városhálózat. Ugye a 9. században az látszik, hogy tulajdonképpen ott vannak városok, ahol a Római Birodalom valamikor létezett. Tehát bekövetkezett egy nagy összeomlás, de nem szabad elfelejteni, hogy ezek az épületek, ezek a városok föl lettek építve. Tehát hogyha elpusztul az ott élő lakosság, akkor is ott marad az infrastruktúra. Tehát nagyon sokáig például a Pannonia, tehát Magyarország esetében használták a hadiutakat, használták az épületeket. Tehát ott maradt egy ilyen infrastruktúrális örökség ezeknek a területeknek. Tehát a városok zömébe a valamikori Római Birodalom környékén vannak. A 11. században már árnyaltak kicsit a kép, talán látjátok, hogy két pólusa van a városi társadalmaknak, az egyik Észak-Itáliában, a másik pedig hát tulajdonképpen Német-Alföld, a mai Hollandia, Belgium, Luxemburg területén. És a dolog azért érdekes, talán azt a képet kivetítettem annak idején, jelenleg hol vannak a legnagyobb városi koncentrációk, ugyanitt. Tehát egy évezreden keresztül sikerült tulajdonképpen azokat a pilléreket megőrizni. Na most a európai gazdaságnak ugye két pólusa van, ez az öröksége tulajdonképpen a Római Birodalom korának, a mediterrán világ, ami a főniciaiaktól a görögökön keresztül egészen a Római Birodalom létezéséig egy tulajdonképpen civilizációs tengely és egy civilizációs bölcső volt, ami az iszlám megszületésének köszönhetően, annak következtében tulajdonképpen egy ilyen civilizációs választóvonal lesz. De ugye a legfontosabb termék, ami miatt nem lehet elengedni határ ide, határ oda, nem lehet elengedni a földközi tenger kereskedelmét, ezek a fűszerek. Ez egy alapvetően közvetítő kereskedelemre alapozott gazdaság, ami működik a váltó időszakban, tehát a késő koraközépkor végén és a életközépkornak az elején. Alapvetően három kandidás van, három jelölt van. Van a iszlám világ, van a Bizánc, és vannak az észak-itáliai városok. Itáliai városok úgy van, hogy vannak. Na most, ha elsőre ránézünk erőviszonyok alapján, vagy Bizáncnak, vagy a iszlám világnak kellene nyernie, nem ők nyernek, a városok nyernek, az itáliai városok nyernek, nagyon egyszerű a magyarázat. Ha megnézzük a budgetot, megnézzük a bevételeit ezeknek a birodalmaknak, 99,9%-a a bevételeknek adóból származik, amit az állampolgára fizetnek be. És 1% vagy 2% kereskedelemből. Tehát nekik a kereskedelem nem számít. Nem fontos. Hát jó, hogyha van, de nem annyira fontos. Mind a két esetben igaz, az iszlám világnál alapvetően kontinentális birodalomról van szó, és a bizánci birodalom esetében is. Viszont, ha megnézzük az itáliai városok, azoknak 90%-a a kereskedelem. Tehát arról van szó, hogy nagyon motiváltak, tehát nekik létkérdés az, hogy a kereskedelmet működtetni tudják, mert hogy ebből élnek gyakorlatilag Genovába, Velencébe, vagy éppen Pízába.
Tehát itt nem az dönti el, hogy milyen erőviszonyok vannak, hanem az dönti el azt, hogy ki uralja a földközi tengernek a kereskedelmét, hogy kinek a legfontosabb és ki képes és hajlandó a legnagyobb változatokat hozni. Ugye ez a történet talán nem teljesen ismeretlen, szerintem érintőlegesen már beszéltem róla. Itt nem arról van szó, hogy a helyben megtermelt árukat viszik és szállítják, hanem közvetítő kereskedelmet folytatnak, fűszerkereskedelmet. A fűszereknek az ára elképesztően magas ebben az időszakban. A fűszerek karrierje egyébként még valamikor a római korban kezdődött el, és erről még nem volt szó, ugye, a fűszerekről, nem. Tehát fontos tudni arról, hogy például a bors az gyakorlatilag arany egyenértékben forgalmazták, tehát egy kiló bors az egy kiló aranynak felelt meg. Nem tudom, van-e ötlete valakinek, hogy miért volt ennyire magas. A többiek kicsit olcsóbbak voltak, de ennek iszonyú magas volt az ára. Nyilván ez egy indiai óceán szigetein termelték, a fűszer szigeteken, de miért volt magasabb, mint a mondjuk a sáfránynak, vagy a szerecsendiónak, vagy a fahénak? Van-e ötlet? Tartósítás. Hát az egyik ugye a tartósítás, nem tudom, hogy ki szokott főzni közületek, én szoktam, de nem kéne, tehát nagyon rosszul főzök, de igénytelen vagyok, tehát tulajdonképpen a homeosztázis meg az egyensúly az adott, de hogyha valamit nagyon elszúrtam, akkor a bors és a erős pista szokott egy ilyen menekülési útvonal lenni, és az, van egy ilyen fedő íz, tehát hogy leégeti úgyis az érzékelőket, de nem ez a meghatározó, tehát nem ez a konzervációs technika. Nincs racionális oka. Tehát ez döbbenetes dolog, talán hallottatok róla, hogy a tőzsdén is, a tőzsdei árfolyamokban nagyon fontos szerepe van a pszichológiának. Na most abban, hogy ekkora karriert futottak be a fűszerek, abban nagyon fontos szerepe van a irracionalitásnak. Hogy valami divatossá válik, valamit az emberek nagy pénzeket adnak, hogy hozzá tudjanak jutni, ez nagyon jelentős részben irracionális. Mondanék erre egy analógiát, ahonnan talán könnyebb megérteni, hogy milyen folyamatok, milyen lelki és pszichés folyamatok vannak ennek a hátterében. Itt a karon van egy képzés, tehát hogy már erről tettem említést, ez a stíluskommunikátor képzés, stylist képzés, hogy egészen röviden akarunk fogalmazni. Ugye a stylistnak van egy ilyen gonosz definíciója, hogy hogyan lehet önbizalom szegény emberekből bohócot csinálni, de hát nyilván nem ez a fő csapás iránya a stylist képzésnek, de az egyik oktató a Zsólyomi Zsolt, nem tudom, róla beszéltem már, nem? A Zsólyomi Zsoltról azt kell tudni, hogy Magyarországon 4-5 parfümőr van, tehát aki a Versailles parfüm készítő egyetemen végzett, és elképesztő, hát hogy mondjam, érzékeny óra van. Tehát nyilván nem mint egy kutyának, de ugye az egy jó közelítés. Tehát beszélt is róla, hogy lehet, hogy ezt kivágom, hogy időnként a rendőrség is alkalmazza őket, mert nem pórázon természetesen, nem ilyen rendesen mehetnek a lábukon, de hogy forró nyomos helyzeteken olyan szagmintákat tudnak fölvenni, ami segíti a mondjuk súlyos bűnügyeknek a felderítését. Na mindegy, ezt toljuk félre, és akkor mindig fölteszi, több előadását hallgattam már meg, és nagyon szórakoztató, egyébként lehet szagolni utána dolgokat, hogy mondjuk egy 100 eurós parfümnek a bekerülési költsége az 2-5 euró. 2-5 euró. A többi az illúzió. Tehát, hogy előveszem, nem tudom, Brad Pitt által hát hogy mondjam, fémjelzett parfümöt, ami ugye köztudomás, hogy a Brad Pittnek annyi közel van, hogy aláírt egy szerződést, és megkapott egy jelentős összeget, semmi más. Mert ugye szoktak ilyen arculatfilmeket csinálni, hogy részt vett a tervezésbe, és szó nem igaz. Tehát Brad Pitt, és akkor megvásárolom én 100 euróért ezt a parfümöt, így magamra fújom, és azt képzelem, hogy én vagyok a Brad Pitt. Hát. Tehát az illúzió, tehát ilyen szempontból ez egy illúzió. De egy népszerű illúzió, tehát tehát tulajdonképpen a kemény, tehát még a heroin kereskedelem után a második helyen a parfüm kereskedelem van a profit ráta nagyságát tekintve. Most térjünk vissza ide a fűszerekre. Nagyjából hasonló a helyzet. A európai piac, vagy a indiai, vagy a kínai piac elfogadta ezeket luxus termékeknek, és ennyit adnak értük. Tehát egy kiló bors, egy kiló arany. A dolog azért leleplező, mert hogyha megnézzük, amikor végbe megy a nagy földrajzi felfedezéseknek a folyamata, és jönnek az új gyarmati termékek, azok egy idő után leváltják ezeket. És lesz a borsból egy ilyen olcsó, egyszerű, középső alsópolcos termék. És jön helyette a tea, jön helyette a dohány, jön helyette a csokoládé, jön helyette a kávé, és az kerül be
ebbe a magas státuszú pozícióba, aztán azok is lecsökkennek. Tehát lényeg az, hogy ilyen módon, de a fűszerek ebben az időszakban, tehát tulajdonképpen a római császárkortól egészen a 17. század végéig luxus terméknek számítanak. És ha emlékeztek rá, a luxus kereskedelemnek a legfontosabb sajátossága az, hogy irgalmatlan pénzeket lehet rajta keresni. Nagyon hosszú a ellátási lánc, tehát nagyon az indiai óceán szigeteiről a muszlim kereskedők hozzák el Alexandriába, és onnan viszik tovább az európai kereskedőt. De elképesztő profit van benne. Nagyon nagy profit van benne. Ugye ebből jön létre tulajdonképpen egy nagyon sajátos városfejlődés Itáliában, nevezetesen az úgynevezett kontádóknak a város struktúrája. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk a kontinentális Európát nézzük, vannak ugye a falvak, vannak a városok, és vannak az udvarházaik, vagy az erődítményeik a nemeseknek. Na most Itáliában, köszönhetően annak, hogy ott van tulajdonképpen az épített környezete, többé-kevésbé jó vagy rossz állapotban valamikori római birodalomnak, a nemesek nem költöznek ki vidékre, ott maradnak a városokban. Ott maradnak a városokban. És ebből következően a város és a város körüli területek közötti kapcsolat az megmarad. Mert hogy a városban élő nemeseké, azok a földek, amik a várost körülveszik, sőt egy idő után a város a közhatalmi jogosítványokat, tehát a bűncselekmények fölötti ítélkezésnek a jogát átveszi a nemesektől. Tehát ott marad a kontádó, a terület, a régió, a város körül. Ráadásul ugye a nemesek gazdag. És ott a városi világban nem derogáló nekik részt venni a kereskedelemben. Tehát ezek a városok olyan nemesekkel vannak lakva, ilyen szenvedő szerkezettel fogalmazva, akik kereskedők is. Most ennek van csúnya része is, tehát hogy biztos ismeritek valamilyen formában a Rómeó és a Júliát, hát ott ölik egymást. Tehát ami a kontinensen, a tájba történik, a csatamezőn történik, az a városok, itáliai városokban az utcákon történik. Ugye a Capuletek meg a Montaguk a Rómeó és Júliában ölik egymást. Tehát ugye egy városban élni, ilyen értelemben, az nem kockázatmentes Itáliában. Nem véletlen, ugye itt van San Gimignano-nak a városa, ugye tehát itt a jobb oldali a San Gimignano, ugye az látható, hogy itt vannak elől a falak, a városfalak. A városfalak nem túl magasak, tehát a külső támadástól nem fél. De itt vannak ezek a lakótornyok, ilyen kicsit tower-szerű lakótornyok, ott élő nemesek viszont egymástól nagyon féltek. És ezért építettek gyakorlatilag a városon belül erődítményeket. Tehát ez egy jó lenyomata annak, hogy az itáliai városokban, ugye a pozitív része a szaldónak az, hogy a városokba beviszik a vagyonukat, a negatív része, hogy megviszik azt az erőszakos viselkedésüket, mert ugye a nemességnek van egy erőszak monopóliuma, ami azért a hétköznapi életben, hogyha egy városi polgár rossz időben van rossz helyen, leszúrhatják. Hát ez, ahogy mondani szokás, üzemi balesetnek minősül. Na most ez maga a hálózat egyébként, ugye a Levante az a keleti medencéjét jelenti a földközi tengernek, ott vásárolják fel a fűszereket, és terítik, először elviszik az itáliai városokba, és onnan terítik Európába. A fűszerkereskedelem a kék színnel jelzett hálózatot jelenti. Fontos elmondani ebből a szempontból, hogy a fűszerkereskedelem az egy ilyen globális piac volt, ugye a piros a selyem úr. India kétszer annyit fogyasztott fűszerből, mint Európa, tehát a fűszer az ebben az időszakban, tehát a középkor és koraikor idején globálisan volt egy nagyon magasra értékelt termék. Akkor nézzük a másikat, tehát ez volt dél, ez egy közvetítő kereskedelemre alapozott rendszer. A másik Németalföld, hát ez egy 17 tartományból álló terület, ami aztán később hasadt szét Hollandiára, Belgiumra és Luxemburgra. Alapvetően a terület 20%-a az a északi tenger szintje alatt van, tehát ez egy mélyföld. Nem tudom, járt-e valaki már Hollandiába? Egy hosszabb időt töltöttem ott, fél évig voltam ösztöndíjasa, Holland Akadémiának voltam az ösztöndíjasa, és akkor több barátommal meg is állapítottunk, hogyha emigrálni kell csak Hollandiában. Hát ennek számos oka van most a mesélhetők közül. A nagyon fontos dolog, hogy nincs meg az a fajta nagy nemzet gloár, mint akár a németeknél, akár a franciák, ez egy kis nemzet. Tehát Hollandiának a területe az 40-valahány ezer négyzetkilométer, kevesebb, mint Magyarországnak a fele. Ahol 15 millió vagy 16 millió ember él, 19 000-nél nagyobb város van, tehát egy elképesztően sűrű várostáj. De ha valaki mondjuk autóval az autópályán megy, 2 óra alatt átmegy az országon. Tehát ez így elvileg, de érdekes módon
Hollandiára senki nem úgy szokott gondolni, mint egy kisvárosra, egy kis országra. Tehát érdekes módon van egy jelentős súlya mindenfajta dimenzióban, bár az ország területe kicsi. Na most 20% az a tenger szintje alatt van, gyakorlatilag 1000 éve foglalkoznak a víztelenítéssel és a tengerbetörések elleni védekezéssel a hollandok, és amikor ugye a globális felmelegedés miatt felvetődött az a kérdés, hogy emelkedni fog a világ tengerek szintje, azt mondták, hogy hát 2 méterre megemeljük a gátakat, tehát ebben van egy nagyon hosszú történelmi tapasztalat. Erősen urbanizált terület. Tehát már a 14.-15. században az ország népességének 30-40%-a az városlakó. Na most talán emlékeztek a 80-20-as arányra, amit itt a mezőgazdasági kultúrák kapcsán mondtam el. Ez úgy lehet megoldani, hogy importálják az élelmiszert. Tehát Hollandiában nem foglalkoznak, vagy Németalföldön nem foglalkoznak alapélelmiszereknek az előállításával, azt megveszik a piacról. Megveszik a piacról. És végül a mezőgazdasága ennek a Hollandiának egy industrializált mezőgazdaság, egy iparosodott mezőgazdaság. Nem abban az értelemben, hogy ipari traktorokat használnak a 13. században, hanem ipari nyersanyagokat állítanak elő. Példának okáért ilyen ipari nyersanyag a kender. Hát nem a kafésop értelmében, ez egy ilyen ipari kender, tehát amiből lehet szövetet is előállítani, lehet kötelet is előállítani, ilyen kvázi ipari nyersanyag a pasztel. Nem tudom, hallott-e valaki a pasztelről? A pasztel az egy nagyon ilyen fátyolos színű festék, ezt egy fűből csinálják. Ez egy fűfajtából csinálják, és értelemszerűen itt a hozzáadott érték. Tehát ez egy mezőgazdasági munka, nyilván benne volt a maga munkaóra megtalálni azt a füvet, amiből ilyen festék vonható ki, meg ezt nemesíteni, tenyészteni, és így tovább. De értelemszerűen, hogyha valakinek van egy ilyen pasztelfüve, akkor a családja és barátai megérhetésére 2 focipálya terület elég. Tehát nem kell 100 hordón gabonát vetni, egy 2 focipálya területén kivonni, és akkor lehet árulni kereskedőknek, festőknek, más egyebeknek, és meg tudnak belőle élni. Tehát Hollandiában már a középkorban megjelenik a mezőgazdaságban a hozzáadott érték. Nagyon fontos ilyen szempontból például okáért a virág nemesítés. Ugye az egyik ilyen legfontosabb rend, tehát hogy eljutok majd Hollandiába és elmentek egy piacra, akkor tulipánhagymák lesznek. Tehát egy stand tulipánhagyma. Most a tulipánhagymáról azt kell tudni, hogy a tulipán a Tiensát, ez egy közép-ázsiai hegyvonal, a Tiensán völgyeiben van, és az egyetlen természetes szín az a vörös. Minden más színű tulipán az tenyésztés, nemesítés eredménye. És valamiért az volt a divat a koraújkorban, hogy minél sötétebb, ugye a fekete tulipán volt, amit ugye nem nagyon sikerült előállítani, de minél sötétebb, annál magasabb az értéke. És ha valaki mondjuk egy ilyen nagyon mély bordót elő tud állítani, mivel ez egy luxus termék, és a hagymáit eladja, neki abban az életében már nincsen gondja. Tehát ez olyan elképesztő magas értéket jelentett abban az időben, nyilvánvalóan ez az arisztokráciának a luxus fogyasztásához csatlakozott hozzá, de ez mind a mai napig megvan, ez a tulipán hagyma meg a tulipán tenyésztésnek a különböző. És végül az utolsó, a sajtkészítés. Tehát ha valaki Hollandiába megy, ugye érdekes módon Hollandiában nincsenek puha sajtok, vagy nem nagyon terjedtek el, ezek kemény sajtok vannak. Ha valaki látott már holland sajtvásárt, akkor ezek a sajtok ezek nagyjából akkorák, mint kétharmad asztal. Tehát ekkorák. Na ennek az az oka, hogy ezek voltak a kornak a konzervjei. Tehát amikor ugye megcsináltak egy ilyen sajtot, értelemszerűen a sajtnak a külső burka meg fog száradni. De arányait tekintve, a hasznos anyag, ami nem száradt meg, az minél nagyobb volt a sajt, tehát arányait tekintve, a belső hosszú időn keresztül fenntartható mennyiség, annál hosszabb ideig meg tudta őrizni a kvázi frissességet, tehát kemény sajt, más nem volt, akkor lereszelték. Tehát ez a kornak a konzervei voltak. Ilyen sajtok 7-8 évig, mondjuk nem inkább 6-7 évig fogyaszthatóak voltak. Tehát ez volt a leghosszabb olyan konzerv, korabeli konzerv, amit használni lehetett, és ennek hallatlan értéke volt. Ha valaki elmegy, vagy lát ilyen sajtvásárokat, akkor ilyen taligával 4-en viszik a sajtot. Tehát nem ez a kis, hogy mondjam, szupermarketekbe kapható 40 dekás sajt, hanem ezek orbitális mennyiségű sajtok, de ezek nagyon hosszú, hogy mondjam, felhasználni. És végül vannak, ha valaki elmegy Hollandiába, akkor ott vannak a szélmalmok.
A szélmalmok azok alapvetően nem azért voltak, hogy megőrüljék a gabonát, ezek vízpumpákat működtettek, ugyanis a területnek a víztelenítését ezek a szélmalmok és ezeknek a szélmalmoknak a vízpumpái működtették. Szűdál is egyébként maga az ország, tehát megy az ember a tájba, és ott folyik fönn a víz. Tehát vannak olyan csatornák, amik magasabban folyik a víz, mint a járószint. Ez azért szükséges, mert ilyen módon juttatják vissza a tengerbe, minden egyes pontnál működnek szélmalmok, amik fölpumpálják magasabb szintre a vizet, és végül visszafolyik az egész a tengerbe. Tehát ez, és ez nem, hogy mondjam, egy modern találmány. Ugye maga a szélmalom, vízimalom az egy nagyon régi, amennyire tudom, iráni eredetű találmány, legalábbis a szélmalom, és ezer óta nagyjából, tehát a 10.-11. század óta ezt a technológiát alkalmazzák a terület víztelenítésére. Na most ez a terület, valamiből élniük kell, a megélhetésnek az alapját a textilipar jelenti. Nem tudom, beszéltem-e már a fríz takácsokról, nem? Nem, akkor most ezt a hiányt pótlom. Ugye amikor összeomlik a római birodalom, akkor hát van egy ez a sötét középkor időszaka, mindig szoktam javasolni, hogyha valaki meg akarja érteni ennek a világnak a dinamikáját, hogy ott van a vikingek film, de hát ugye a történelmi filmek jelentős része ugye alapvetően két típushoz tartozik, az egyik, aki próbál valamennyire hiteles lenni, az általában unalmas, és van a másik, aki nem akar hiteles lenni, de valamit az a világnak az atmoszférájából visszaad. És ilyen a kora középkorra szoktam javasolni, hogyha valaki, hogy mondjam, szeretne szórakozni is, meg valami atmoszférát megtapasztalni, a Arnold Schwarzenegger hiteles alakításával a Conan a Barbár című filmalkotás. Tehát amikor Arnold még a, hogy mondjam, világbajnokként a kidolgozott testével bejön a sátorba, azt lehet tudni, hogy előre engedik nagy valószínűség szerint, akár a 7. században is. Tehát ez egy ilyen vad, nagyon vad időszak, ahol egyetlen működőképes hát szabály van a vérbosszúnak a szabálya, vagy a vérbosszúnak az intézménye. Honnan kanyarodtam el? Most a saját hatásom alá kerültem, és van-e valakinek emléke? Miről beszéltem az Arnold előtt? Köszönöm szépen, hát valaki csak figyel. Hogyha már, ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy nekem ez már régóta ezek az emlékezett kiesések vannak, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy nem az Alzheimerből kapok ízelítőt. Rendszeresen előfordult ilyen fiatal koromban is, hogy gondolkodtam, és akkor elmentem valahova, és álltam az utcán, és nézelődtem, és hogy kerültem ide? Mivel jöttem? Tehát ezek ilyen vissza kellett fejteni, hogyha biciklivel, akkor hol hagytam a biciklit? Tehát, na, tehát térjünk vissza akkor, tehát Conan a barbár, és hát ugye azért próbálta az európai civilizáció összeszedni magát, és Nagy Károly birodalma volt az, ami megpróbálkozott egyfajta hát újrateremtésével a római birodalom intézményrendszerének. És abban az időben virágzott fel, ugye elfoglalják az ibériai félszigetet a muszlim csapatok, a proféta csapatai, és megalapítják a kordovai kalifátust. Most a kordovai kalifátus az egy elképesztő hát gyöngyszeme volt a muszlim világnak, tehát nem véletlen, hogy utána is szerettek volna visszafáradni oda, miután visszafoglalták a kasztíliaiak. Na most, hát ugye az volt a kordovai kalifátusnak az egyik ilyen csúcs teljesítménye, hogy a 10. században gyakorlatilag a kordovai kalifátus Hispánia területén minden muszlim férfi tudott írni, olvasni. Na most ez Európa valamikor a 20. században tudja teljesíteni, tehát ez egy nagyon fejlett területe volt az iszlám világnak, meg kellett olvasni ugye a Koránt. És ebben az időszakban, ugye egy kicsit korábban a 8. században Nagy Károly követeket küld a kalifához. Na most a diplomáciai szokásoknak megfelelően hát ajándékokat kell vinni. De olyan fejlettségbeli különbség volt a frank és a kordovai területek között, hogy attól féltek, hogy ki fogják őket röhögni. Tehát olyan dolgokat visznek, ami hát így azonnal megy a kukába. Biztos találkoztatok már ezzel, amikor visznek ilyen, hát hogy mondjam, használhatatlan ajándékot, az ember megvárja, míg elmegy a vendég, és aztán megy a kukába, eredetett a dolog. Na most itt is az volt a fenyegetés, hogy hát megy a kukába az összes ajándék, amit tudnak vinni a frank birodalom területéről, és ekkor ad egy fülest valaki a Nagy Károly udvaroncainak, hogy van egy terület, ahol a római birodalomnak
az ipari technikája tovább élt. Ezek a friss szigetek. A friss szigetekről azt kell tudni, hogy az északi tengernek pöttyözve vannak a partvidéken elég messze ahhoz, hogy az ember átusszon, de hajóval azért elérhető távolságra. Most a friss szigetek annak köszönhetően, hogy el volt szigetelve a kontinenstől, ezek a népvándorlásnak nagy pusztításai elkerülték. És ott a friss takácsok megőrizték azt a tudást, ami a római birodalom, egy részét, ami a római birodalomban megvolt. És ezek tudtak nagyon jó minőségű és nagyon szép textíliákat előállítani. És elküldik a Nagy Károlynak a követeit, bevásárolnak, és ezt tetszett a kordovai kalifátusban is. Na most ezek a gyökerei a németalföldi textiliparnak, tehát van egy ilyen vékony szál, ami a szaktudását a német-római, illetve a római birodalomnak átmenti a középkor évszázadaiban. Ezt azért fontos elmondani még, hogy alapvetően a textilipar a középkor idején a legfontosabb ipari tevékenység volt. Ha most nézzük akár az emberek számát, akár az outputot, 80% textilipar és 20% az összes többi. Tehát a kovácsok, meg a ötvösök, meg mindenki más. Tehát ez. Na most ennek a területnek tehát a legfontosabb ipari tevékenysége az a textilipar, a textilkészítés, és ez az, amivel tulajdonképpen kereskednek a Baltikum irányába, erről már talán érintőlegesen volt szó. Ugye mit hoznak a Baltikumból? Alapvetően fát a balti területekről. Ez miért fontos? Abban az időben a fának ugyanaz volt a szerepe, mint manapság az olajnak, vagy a fosszilis energiahordozóknak. Mindent lehet belőle csinálni. Lehet belőle házat építeni, hajót építeni, hidat építeni és tüzelni. Tehát aki rendelkezett gyakorlatilag végeláthatatlan mennyiségű fával, az nagyjából a szaudi emíreknek a pozíciójába érezhette magát. Nem véletlen az, hogy aki ellenőrzi a balti tengernek a vidékét, az ellenőrzi a világtengereket. Az első nagy állam, aki ezt ellenőrzés alá tudta vonni külső szereplőként, Hollandia volt, utána pedig Anglia. De aztán ugye jön az ipari forradalom, ami alapvetően más alapokra helyezi a hajózást és a navigációt, vagy a hajóépítést, de egészen addig, egészen az ipari forradalomig, aki ezt a fát, ezt a végeláthatatlan mennyiségű nagy skandináv erdőségeket ellenőrizni tudta, ő volt a világura. A második dolog az a kátrány. A kátrány azt gyakorlatilag fenyőből készítik, apró darabokra vágják szét a fenyőt, földarálják, vannak ilyen vízimalmok, amik ilyen összezúzzák ezt a előtte már föl, hát kisebb darabokra szétvágott fenyőgerendákat, majd ezeket különböző vegyi anyagokkal összefőzik, és egészen a modern műanyagokig, tehát a modern vegyiparig egyetlen szigetelő anyag létezett, az a kátrány. Az a kátrány. És hogy valaki elindult egy hajóval bárhova, és nem rendelkezett elegendő kátránnyal, hát annak nem voltak jók a túlélési esélyei. Tehát ez volt az egyetlen szigetelő anyag. Hogy mekkora volumenű volt a kátrány termelés, egy adatot mondanék, 1700 környékén ez a nagy korszaka már a világgazdaságnak, Viborgban, ez egy finn kisváros, 1 millió fát dolgoztak föl kátránnyal. És nem ez volt az egyetlen ilyen kátránykészítő üzem. A szőrme, hát ezt nem kell hosszan indokolnom, és a másik ilyen kulcsjelentőségű dolog, amit forgalmaztak a Baltikum területén, a gabona. Na most, ha valaki járt a Balti-tenger vidékén, nem tudom, ki járt a Balti-tenger vidékén. Aztán meséltem ezt a rügeni utazásomat, nem? Rügen. Hát ez egy, mindig el szoktam mondani, hogy mindenki utazzon, mert olyan élményei lesznek, amit egyébként, hát hogy mondjam, részint nem tapasztalt volna meg, részint pedig hát próbára teszi az embernek a képességeit, mert amíg az ember safe place-ben van, akkor nagyjából az történik, amire számítani lehet. Én nyáron kimentem Meissenbe, még ez a szocialista éra volt, Kelet-Németországba, nyári munkára, a meisseni porcelángyárban. Hát ez egy, nem volt már elegáns munka, jöttek ki a kiégetett porcelánok, azokat át kellett ilyen formákra pakolni, ilyen védőkesztyűvel, ez iszonyatos meleg volt, ugye részint a kályha, vagy a kemence, részint pedig ugye a kiégetett porcelán, ilyen ipari porcelánok miatt. Na most az első este, amikor így végig dolgoztam egy napot, úgy aludtam el a székbe, hogy ültem és fogtam egy sört és elaludtam egy fél órát, és utána elfogyasztottam a langyos sört. Tehát lényeg az, hogy kemény meló volt, de viszont tűrhetően fizették, és ugye földrajzos voltam, minden héten elutaztam valahol, hogy megnézem ezeket a német területeket, és elhatároztam az egyik hétvégén, hogy elmegyek Rügen szigetére. Most Rügenről azt kell tudni, hogy ez a balti tengerben van egy sziget, és az egész egy hatalmas mészkő. Tehát olyan, mint a Doweri sziklák, amikor az ember átmegy a csatornán, egy iszonyatos, minden fehér. Tehát egy hatalmas nagy ilyen krétakori mészkő tömegről van szó, vagy urakori, szóval valami ilyen föltöltelti középkor.
és hát nem tudtam németül. Ez azért akadályozza az embernek az utazását. A többiek meg, én akkor még csak franciául tudtam idegen nyelven, ezt meg ők nem beszélték. Magyarul meg senki, na mindegy. És akkor elindultam, az volt az algoritmus, hogy odaálltam a jegyárusító hát bódé vagy ablak elé, és annak a állomásnak a nevét ismételgettem, ahova szerettem volna utazni. Ez, amikor elindultam Meissenből, és aztán a Dresda, azt értették. Dresdában, amikor azt mondta, hogy Berlin, azt is értették. De amikor odaértem Berlinbe, és ismételgettem Rügennek a nevét, akkor visszakérdeztek. Hát nekem nem volt a szókincsemben más, csak Rügen, megismételtem. Hát kialakult egy ilyen kis, hogy mondjam, fölfordulás, mert a többiek ott próbáltak segíteni, de lényeg az, hogy végül megkaptam a jegyet, felszálltam a vonatra, még onnan 170 km volt, jött az ellenőr, és kérdezte tőlem, hogy nyilván akkor jegyet mutassam. Én mosolyogva fölmutattam a jegyet, ő kérdezett tőlem valamit, én mondtam, hogy Rügen, ez volt a szókincsemnek a vége, és akkor hát kérdezett még valamit, és mondtam, hogy Rügen. És ő röhögött is elment. Most a dolog azért érdekes, mert ez egy nagyon durva diktatúra volt, de egy jó fej Kallerrel találkoztam. Utóbb kiderült, hogy egy villamos jeggyel utaztam az utolsó 170 kilométeren, mert úgy deriválta a szerencsétlen jegyárusító, aki egyébként helyi jegyeket is adott meg, vonatjegyeket is, hogy biztos valami félreeső berlini helyre akarok eljutni, és adok egy villamos elmegy. De most még jött egy Kaller, annak is megmutattam, hogy Rügen, az is röhögött, de elengedtek. Tehát ugye ez nagyon érdekes dolog, hogy mindenfajta, bármilyen rendszerben éljen az ember, ott van a Mázli faktor, ami bármikor befigyelhet, és hát utána a Rügen szigetén már kaptam egy rendőrt, aki kísérgetett tőlem 10 méterre hátrébb, de hát minden nem akadályozott semmit. Na, tehát lényeg az, hogy a gabona ezen a területen nem terem meg. Ez egy nagyon hideg vidék. Egy nagyon hideg vidék, amikor egyetemista voltam a 80-as években, akik erről a területről jöttek, azok májusban már itt fürödtek a Tiszában. Mert hogy 17 foknál elérte a beach hőmérsékletet a Tisza, mert hogy a 17-18-nál a Balti-tenger nem szokott melegebb lenni. Nem minden jön a gabona, hanem van két nagy folyó, amelyek belefolynak a Balti-tengerbe, az egyiket úgy hívják, hogy Visztula, a másikat úgy hívják, hogy Odera, és ezeket a lengyel területeket, ahol viszont van gabonatermelés, bekapcsolták. Tehát először fölpakolják a lengyel gabonát folyami hajókra, kiviszik a két kikötőbe, ugye itt is azért voltak komoly etnikai cserék, eredendően az egy a Visztula torkolatánál lévő kikötőt úgy hívták, hogy Danzig, és ez egy német kikötő, ott már Danznak hívják, és lengyel kikötő, a másikat úgy hívták, hogy Stettin, és német kikötő volt, ma úgy hívják, hogy Csecsin és lengyel kikötő, tehát itt azért fölfordult a világ többször, és van egy ilyen egy történeti jellemzés, egy ilyen történeti eszély erről a vidékről, úgy hívják, hogy véres övezet. Tehát az emberiség történetében ebbe a kelet-közép-európai régióban öltek meg legtöbb ember, Timothy Snydernek hívják a szerzőt egyébként. Tehát ez egy nagyon, hogy mondjam, nem volt egy békés sávja az emberiség történetének. Mindegy, fölpakolják a gabonát, és ezeket viszik el. Ez az európai gabonatermelés 2%-a volt. Tehát nem azért volt ez nagyon fontos, mert hogy nagyon nagy mennyiség, de ezt tette lehetővé egy olyan gazdasági fejlődését Németalföldnek, ami enélkül a külső forrás nélkül nem lett volna lehetséges. Tehát alapvetően úgy néz ki ez az észak, az európai északi pólus a középkor idején, hogy két végpontja van. Az egyik a hanzavárosok, talán nem emlékeztek, a Lübeckről beszéltem, ő a hanzavárosoknak a vezetője. 100-170 között ingadozik a Hanza Szövetségnek a tagsága, 100-170 város ennek a tagja. Ezek úgy viselkednek, kisvárosok egyébként, tehát ilyen 1000-2000 fős városok. Lübeck az, aki egy olyan 35-40 ezer fős város, de ezek kicsi városok. Ezek ugyanúgy működnek, ezek a kisvárosok, mint a halak, aki kis halak, biztos láttatok már ilyen természetfilmeket, hogy a kis halak rajba húsznak. Mert ez egy védelmet jelent a ragadozókkal szemben. Az emberekkel szemben nem. Az emberekkel szemben pontosan ezt teszi őket sebezhetővé. Gondoljátok meg, hogy mondjuk a heringek úgy úsznak, hogy itt egy hering, ott tőle 150 méterre egy másik, hát mire jutnának a ilyen halászflották a hálóikkal. Tehát ez azért is érdekes, mert itt van egy evolúciós stratégia.
ami évmilliókon vagy évtizmilliókon keresztül a kishalak túlélését biztosította, és jelenleg ezek a kishalak azért kerülnek a kihalási listákra, mert egy olyan stratégiát alkalmaznak az emberrel szembe, a nagy halászhálókat alkalmazó emberekkel szembe, ami a tengeri ragadozók ellen működik, az emberek ellen nem működik. Na mindegy. A lényeg az, hogy a Hanza Szövetség egy ilyen nagy halrajként funkcionál. Nézzük meg, mi van Itáliában. Itáliában nincsenek szövetségek. A 150 ezres Velence nem akar senkivel szövetkezni, elég nagy ő magába is, vagy a 80 ezres Genova, elég nagy ő magába is. De ezek a kisvárosok, ezek így viselkednek, ilyen módon próbálják a túlélésüket biztosítani. Ugye a másik végén van Németalföld, és úgy jönnek, mennek a java, hogy egyik oldalról már felsorolt alapvetően nyersanyagok, a másik oldalról pedig a textíliák és a vasáruk. Na most a két pólus között, ugye van egy déli pólusunk, és van egy északi pólusunk, ahogy ez általában az elektromos tudományokban is szokott lenni, hogyha van két pólus, akkor van egy pont, ahol a két pólus valami módon kioltja egymást, tehát találkozik. Európában ez a találkozási pont, a két pólus, az ipari és részint mezőgazdasági és a közvetítő kereskedelmi pólus között, ez Kelet-Franciaországban, ekkor még ez nem tartozott Franciaország, de ez a kultúr, ez a civilizációs övezet volt, ezek az úgynevezett Champagne-Brie vásárok. Ugye a Champagne a pezsgő, Brie pedig ez a puha sajt készítésének mind a mai napig jól ismert régiója. Na most nem tudom, járt-e valaki már fesztiválon? Hát akkor van némi fesztivál tapasztalat. Ugye valaki fesztiválra megy, mondjuk nem tudom, a legilyen heroikus emlékeim azok a Sziget Fesztiválról vannak még a 2000-es évekből. Hát ugye az utolsó napon bemenni egy toj-toj WC-be az már azért, hogy mondjam, mind morálisan, mind esztétikailag egy komoly kihívást jelent. Tehát amikor sok ember van egy helyen, lelakják. Tehát egész egyszerűen lelakják a környezetet. Na most itt a Champagne területén, ugye az, hogy ebből lesz a találkozási pont a nagy pólusok között, több dolog is szerepet játszik. Az első dolog, hogy a Champagne gróf egy gyönge politikai hatalommal rendelkezik. Nem tartozik sem a német-római birodalomhoz, sem Franciaországhoz. Na most a kereskedők meg az üzletemberek nem szeretik az erős politikai szereplőket. Azt szeretik, aki fölkapcsolja a villanyt, meg lekapcsolja, meg be lehet fizetni neki a működési engedélyekért, és mindenki hagyja a másikat békén. Tehát tulajdonképpen kvázi ez a Champagne vidék, ez ilyen offshore régióként működik a korabeli Európában. Kettő, itt azért ez egy fejlett terület, tehát infrastruktúra és szolgáltatások szempontjából fejlett terület, ahova oda lehet menni, az ember megkapja a megfelelő szolgáltatásokat, szállás, ellátás, élelmiszer, pénzügyi infrastruktúra, tehát hogy nem kell mindent a nulláról felépíteni. És mivel tulajdonképpen ez a korabeli Európának a kereskedelmi szíve, ezt a kereskedelmi szívet úgy működtetik, ezért kérdeztem rá fesztivál tapasztalatra, hogy oda megy több tízezer ember, de egyetlen város ezt nem tudja elviselni. Mert hát ugye ott input-output, tehát ott lelakják azt a területet. És ezért létrehoznak itt Champagne-Brie területén egy vásárlánchálózatot. Ugye 12 hónapból áll az év, mindegyik 6 vásár van, mindegyik 2 hónapig, hozzávetőlegesen 2 hónapig tart, és miután lelakták azt a területet, átmennek egy 15-20-30 kilométerrel odébb, és ott kezdődik a következő 2 hónap, kitakarítják, és ez gyakorlatilag így megy körbe-körbe-körbe-körbe. Tehát egy viszonylag egy ilyen 30-40 kilométeres sugarú körön belül, ott van az egész európai kereskedő társadalom folyamatosan. Tehát, hogyha valaki valamit el akar intézni, akkor mindenki tudja, oda kell menni Champagne-ba. Tehát ez a két pólus között az összekötő kapocs és az a korabeli Európának a kereskedelmi szíve. Ugye Lagny-sur-Marne-ba kezdődik a vásár januárban. Ez március elején folytatódik Bar-sur-Aube-ba, májusban az első vásár Provence-ba, júniusban a meleg vásár Troyes-ba, tehát ez a nyár kezdetén, Provence-ban szeptemberben a második vásár, és október végén kezdődik Troyes-ban a hideg vásár. Tehát folyamatosan mennek körbe-körbe-körbe-körbe. Most mi ennek a következménye? Ennek a két pólus közötti szív működésének. Az első dolog, hogy talán beszéltem erről korábban, hogy a távolsági kereskedelem egy rizikós vállalkozás. Tehát aki elment távolsági kereskedelembe bárhova, az végrendeletet ír. Miért? Mert nem csak ő szakosodott a kereskedelemre, hanem a banditák is.
Tehát nem véletlen az, hogy a nagy kereskedő házak azok biztonsági embereket alkalmaztak akkor is, tehát hogy életben tudjanak maradni, és maguk is a önvédelemben meglehetős jártassággal rendelkeztek. Na most innentől kezdve viszont, hogy megvan a szív, tehát mindenki tudja, hogy hova kell menni, már nem a főnökök mennek tele, hogy mondjam, arany és ezüst zacskókkal, hanem létrehoznak különböző helyi ügynökségeket, és a megbízott ügynökök utaznak. Ez egy nagyon fontos változás. Tehát innentől kezdve nem kell a főnöknek utazni, hanem egy ügynök hálózaton keresztül ilyen pókhálószerűen kezdik el működtetni az európai gazdaságot. Ha valaki tudja, hogy hol kell, tehát valaki meg akarja találni a főnököt, az Champagne-ban van. A Champagne-ban van. Vagy a két pólus valamelyikén. Tehát két helyen gyakorlatilag le lehet szűkíteni a mindenkori kereskedőházaknak a vezetőinek a lokációját. A második dolog, hogy bevezetik a mesterséges pénzt. Ez egy új dolog, ez egy abszolút új dolog. Ez azt jelenti, most nagyon profán módon fogalmazva, ráírják egy papírra, hogy ez 100 aranyat ér, és a többiek elfogadják. Többiek elfogadják. 14. században vagyunk. 13. Bocsánat. Tehát a mesterséges pénz, ugye jelenleg mi alapvetően egy mesterséges pénz világában élünk, tehát nagyon gyakran nem használunk valódi érméket, vagy valódi bankjegyeket, hanem így kapjuk az üzeneteket, kártyával fizetünk. Emlékszem egyébként arra a szürreális élményre, 1987-ben voltam Párizsban, egy ösztöndíjjal, és előttem valaki kártyával fizetett. Én nem is hallottam, hogy ilyen lehetséges. Néztem, hogy így fölmutat valamit, és elengedik. És akkor éreztem, hogy hát ezt én nem fogom tudni. Ez valami mágikus tudás, hogy elengedik anélkül, hogy... Mert ugye a kelet-európai ember, még valamennyire ma is, de akkor meg csak a készpénzben hitt. Tehát Franciaországban figyelmeztettek is rá, hogy van egy ilyen speciális szervezete a helyi bűnözésnek, akik kelet-európaiakra szakosodtak. Mert tudták, hogy a kelet-európai ember csak leütik a készpénzet el lehet venni. Sőt, volt egy ilyen autópálya bűnözés abban az időszakban, amikor meglátták a kelet-európai rendszámot, akkor így üldözőbe vették, általában a kelet-európai autók nem bírták a konkurenciát a jobb minőségi nyugati autókkal, leszorították őket és kifosztották őket. És mondjuk egy öttagú család a Lada 1002-esben a teljes 3 éves valuta készletével, plusz azzal, amit még ki tudott csempészni, vagy fekete piacon tudott venni, az egy nem túl nagy, de megbízható bevételi forrása volt a helyi gengsztereknek. Most visszatérve, tehát a 13. században a mesterséges pénz föl van találva. Most ahhoz, hogy mondjuk ráírnak egy papírra, hogy 100 aranyat ér, vagy 5 aranyat, vagy 10-et, vagy bármit, mi kell ahhoz, hogy a másik elfogadja? Alapvetően az, hogy megbízzon benne. Tehát ez arra hívja fel a figyelmet, egyébként mind a mai napig igaz, a gazdaság működésének a legfontosabb feltétele a bizalom. Nem véletlen az, hogy már ebben az időszakban, tehát a életfőzépkor idején van egy ingadozás a mesterséges pénz használatában, tehát amikor nagyon megy a szekér, akkor a forgalmazott áruknak a mennyisége 17-szeresére megy föl annak, mint ami mögött valódi pénz van. Tehát aranyezüst rész. Dukátum. 17-szeresé. 17-szer annyi áru forog ez ilyen papíralapon, mint ami mögött valódi érmefedezet van. De most amikor vannak válságok, nem egy 10-re. De az, hogy Európa ekkora, tehát egy gyönge pozíció volt, tehát emlékeztek talán, Európa negyedik volt. Negyedik volt a globális ranglistán a 12. században. De ebből iszonyatos gyorsan föl tud menni, és abban ennek döntő szerepe van. Tehát most az európai, mit jelent európainak lenni, ez egy ilyen visszatérő kérdés. De ami idáig elhangzott, talán emlékeztek rá. Hát az egyik dolog, ugye a nehézekénél beszéltem erről, európainak lenni azt jelenti, hogy megállapodni a többiekkel egy kompromisszumba, hogy mindenki lehetőség szerint elfogadható helyzetben jöjjön ki, mondjuk abból a kihívásból, hogy el kell vetni a gabonát. Mit jelent európainak lenni? Megbízni a másikba. Nyilván nem hülyének lenni, talán beszéltem erről már nektek, hogy még a 2010-es évek környékén volt egy ilyen, amik a mesterséges intelligencia elfogadható módon működött, aztán beszéltem erről. És ilyen avatárokat engedtek össze. Beszéltem erről? Nem? Összeengedtek avatárokat, ilyen viselkedés, karaktermintázatokat. És rendesen, hogy hogyan játsszák le a meccset. Nyilván ez meg lehet csinálni élő emberekkel is, de ez egyszerű volt. És volt benne mindenfajta karakter. Tehát volt olyan karakter, a teljes önző. Volt a teljesen altruista, aki átott, lemondott a saját érdekeiről. És ki győzött? Az, aki mindenkinek megadta a bizalmat egyszer. De hogyha átverték, akkor tanult belőle.
Most mit jelent európainak lenni? Hát például ezt jelenti. Megbízni a másikban, mindaddig, amíg az át nem ver. Utána nincs kegyelem. Na most az, hogy ez a rendszer tudott működni, a mesterséges pénznek a rendszere, az abból épült föl, hogy ezek az európai kereskedők egyébként nem voltak sokan, tehát ezek arcról ismerték egymást, ezek megbíztak egymásban. És tudták azt, hogyha mindenki tisztességesen játszik ezen a téren, tehát hogy ráírja egy 100 arany, akkor azt, ha be akarja, úgy alakul, beválthatja. És mivel ugye nem kellett ilyen retina szkenner, mert ismerték személyesen egymást, ezért ennek ilyen értelemben nagy volt a biztonság. Na most a másik ilyen technika volt a reszkontének a rendszere, ez azt jelentette, hogy mondjuk két kereskedő kereskedett egymással, A meg B. Senkinek nem volt pénze, de kereskedtek egymással. És akkor minden évben vagy fél évben csináltak egy összevetést, és csak a kereskedelmi különbséget, értékkülönbséget kellett kifizetni. Ez is egy ilyen készpénz elkerülési módszer volt. Vagy van a másik még a bizományi kereskedelem. A komplett sziléziai takács kereskedelem az úgy ment, hogy megérkeztek a német kereskedők, elvitték a sziléziai vásznat, eladták és visszamentek és kifizették. Ez a bizományi kereskedelemnek a logikája. Most miért kell ilyen eszközökhöz nyúlni? Alapvetően azért volt szükség arra, hogy bevezessék a mesterséges pénzt és akár a clearing, akár a bizományi kereskedelmet, mert Európában soha nem volt elegendő nemesfény, ami ugye a kereskedelemnek érmes szinten a hátterét jelentette. Alapvetően azért nem volt elegendő nemesfém, nem tudom, tudjátok-e, hogy ki volt a legnagyobb nemes aranytermelő a korabeli Európában, középkorban? Tessék? Magyar királyság. És ki volt a legnagyobb ezüsttermelő? Csehország. Ki volt a második legnagyobb aranytermelő? Csehország, és ki volt a második legnagyobb ezüsttermelő? Magyar királyság. Tehát tulajdonképpen ez a közép-európai régió látta el, Tirolban voltak még jelentős ezüstbányák, de ez a régió látta el, ugye nem véletlenül megjelenik a augsburgi Fugger kereskedőház itt Magyarországon, a részkereskedelemben és az ezüstkereskedelemben, és innen származik a magyar fukar kifejezésünk, mert ezek ilyen takarékos gyerekek voltak, tehát ezek nem akartak piramist építeni minden héten. Szóval a lényeg az, hogy alapvető oka annak, hogy ilyen mennyiségű, hát hogy mondjam, mesterséges pénzre és készpénzfizetés elkerülési technikákra van szükség, az volt, hogy az európai arany az ment ki iszonyatos sebességgel Ázsiába. Miért? Talán emlékeztek rá, erről beszéltem szerintem még a bevezető előadásban, ezek mind fejlettebb területek, India fejlettebb, Kína fejlettebb, és szeretnék behozni a porcelán, meg szeretnék behozni a fűszereket, és nem tudnak mást adni érte, csak nemesfémet. Tehát egészen a 19. századig egy ilyen nemesfém pumpa működik, ami az európai nemesfémet nyomja ki Ázsiába. Mert hogyha ezeket a luxus javakat meg akarják vásárolni, akkor csak ezzel tudnak fizetni. Most próbálják megfordítani ezt, nagyon későn sikerül majd az ópiummal, de az egy másik történet, arra most nem mennék időhiányába bele. Na most ennek a korszaknak, ennek a nagy virágzó korszaknak vége lesz a 14. században. És abban, hogy ennek a korszaknak vége lesz, több tényező játszik benne szerepet, de a legfontosabb úgynevezett guiding force, nem tudok jó magyar szót, mozgatóerő vagy irányító tényező, valami ilyesminek lehet fordítani, hogy a természeti környezet viszonyai radikálisan megváltoznak. És jön egy olyan korszak a 13.-14. század fordulóján, ami eltart egészen a 19-20. század fordulójáig, amit úgy hívnak, hogy kis jégkorszak. Ami az emberi történelem és az utolsó 11.700 évnek a legnagyobb lehűlése volt. Most már éppen a valamelyik csatornán, talán a Disney Channel-en a Shogun sorozat. Ez egy nagyon régi angol regénynek a feldolgozása, és arról szól, hogy egy angol hajós kikerül a 16. századi Japánba, ahol éppen polgárháború van, és bekerül ebbe a világba. És akkor megkérdezik ettől a hajóstól, hogy milyen Anglia? És akkor mondja, hogy hatalmas hidegtelek. Most akkor a kis jégkorszak idején, hogyha valaki Dickens-t olvasott, emberek fagynak meg az utakon. Na most jelenleg, hogyha Angliában havazik, mondjuk kicsit, akkor breaking news van a BBC.
Tehát ez egy nagyon-nagyon hideg időszak volt, az utolsó 11.700 évnek a leghidegebb időszaka volt. Nem véletlen, ezért sokáig nem vették komolyan a jelenkori globális fölmelegedést is, mert azt mondták, hogy volt egy iszonyú durva hideg időszak, most kicsit jobb lesz, hogy mentessenek bennünket itt. Emiatt zaklatni. Tehát jön egy a középkori meleg időszak után, ami ugye kinyitotta az Észak-Atlantikumot a viking felfedezők előtt, jön egy nagyon erőteljes terülés. Ez miért veszélyes? Ez alapvetően azért veszélyes, mert csökken a vegetációs időszak hossza, és csökken a megművelhető területnek a kiterjedése. Tehát az európai népesség, ami így gyorsan regenerálódott a római birodalom bukása utáni zavaros évszázadokból, és ugye az európai népességet a császárkor idején olyan 50 millióra becsülik. Ezt a 10. században éri el Európa, aztán fölmegy ilyen 90 millió környékére, és eléri azt a plafont, ami a korabeli mezőgazdaság eltartó képessége szerint lehetséges. Ebbe beleütközik, és elindul egy válság, elindul egy nagyon-nagyon válságos időszak a 14. század elején, zöldaratásokkal, mindenfajta ellátási. A zöldaratás azt jelenti, hogy nem érik be a gabonát. Learatják a gabonát, éretlenül, ezek a szemek elkezdenek penészedni, ezeket megeszik, és hát olyan betegségek ütnek ki a kortársakon, amit úgy hívtak, hogy Szent Antal tüze, hát ez egy ilyen belső gyomor fertőzés, aminek következtében hányás hasmenés, nem tudom, valaki kipróbálta ezt. Na, egyébként nagyon jó fogyókúra, ha eltekintünk a kellemetlen végtől. Nekem volt egyszer egy ilyen hányásos hasmenés, és nagyon inspiráló egyébként ülni a WC-n egy laborra. De 7 kilót fogytam egészen rövid idő alatt, azt hittem, hogy ez megmarad, de mint az elléket például mutatja, sikerült visszajönnöm a egészséges élő emberek sorába. Mert ilyenkor az ember leginkább vizet veszít, és az könnyen és gyorsan pótolható. Tehát jön a kis jégkorszak, és Európa, különösen a marginális területeken, nagyon nehéz helyzetbe kerül. Oké, akkor szerintem most ne erőltessük a dolgot, bár van egy ilyen történetem, lehet, hogy meséltem már nektek is, a CEUN, amikor tanítottam, elértem egy hasonló helyzetbe, 3-4 perc volt hátra, és végére értem az anyagnak. És akkor azt mondtam, hogy hát akkor ezt majd jövő héten innen folytatjuk, most nem akarok egy új tematikai egységbe belekezdeni, és akkor az amerikai diák jelentkezett, hogy mondta, hogy ő fizetős, és ő azért fizetett, úgyhogy kérné. Nem tudom, valaki esetleg fölé figyel igényekkel, akkor még neki rugaszkodunk a következőre. Ha nem, akkor köszönöm szépen a figyelmet, és akkor egy picit kérem még a türelmeteket.